8 férfi és egy nő is a bíróság elé állt múlt héten Szekszárdon, alig 48 óra alatt. Bőven van dolguk az ilyen esetek miatt az ügyészeknek, a rendőrség ugyanis március óta még a korábbinál is szigorúbban vadászik azokra, akik több vagy kevesebb alkohol elfogyasztása után ülnek a volán mögé. Az ittas vezetés Magyarországon is, illetőleg Tolna megyében is az egyik leggyakoribb és egyben legtöbb veszélyt magában rejlő közlekedési bűncselekmény. Számos halálos kimenetelű, illetve súlyos sérülést magában hordozó baleset róható az ittas járművezeték terhére. A most elítélt 9 ittas vezető közül egyikük még balesetet is okozott. A bíró valamennyi esetben egyetértett az ügyészekkel a büntetés súlyosságát tekintve. A szekszári járásbíróság gyorsított eljárásban az ügyész indítványnak helyt adva valamennyi vádlott bűnösségét megállapította, és őket ittasságuk mértékétől, előéletüktől, illetőleg a személyi körülményektől függően fogházbüntetésre, közérdekű munkára, illetőleg pénzbüntetésre ítélte. Valamint mindannyiuknak elvették a jogosítványát is. Az ügyészek 6 vádlott esetében fellebbeztek az ítélet ellen, azt szeretnék, ha az eltiltott sofőrök hosszabb ideig nem ülhetnének újra volán mögé.